Hát, sziasztok, és üdvözöllek benneteket a csatornámon, jó reggelt, szép napot, vagy szép estét, attól függően, hogy ki mikor fogja ezt a tartalmamat megnézni. Nagyon örülök, hogy itt vagytok velem, ilyen sokan már, és ilyen sok feliratkozón van, és annak ellenére, hogy ritkásabban posztolok, elkezdtétek a régebbi videókat pörgetni, görgetni. Nagyon szépen köszönöm, tudom, az előző beszélgetős videómban elég sok mindenről beszéltem, hogy mik a terveim. Hát ezt felülírta egy betegség, ami az egész családom végigment, gondolom nagyon nem kell bemutatnom, láz, fejfájás, torokfájás, megfázás, orrfolyás, minden volt tényleg, úgyhogy most kezdünk nagyjából kijönni belőle, ja igen, és volt kötőhártyagyulladás is, annak ellenére, hogy rengeteg gyümölcsöt fogyasztanak a gyerekek, rengeteg vitamint nyomok beléjük, mégis megtörténik, aminek nem kellene, úgyis tudjátok, hogy ezek vírusok, és néha kiküszöbölhetetlen az, hogy ne kapják el a gyerekek. Úgyhogy ennyit erről, ezért nem voltak tartalmak, és most megint egy ilyen sminkelős, beszélgetős videóval jöttem nektek. Én közben el is kezdeném itt a kézfertőtlenítést, meg mindent, és szeretném nektek a végén már, vagyis az elején már mondani, hogy ez a smink, ez tényleg egy nagyon ilyen basic smink lesz, nem olyan, mint amiket szoktam csinálni, hanem egy ilyen nagyon egyszerű, de nagyszerű, hétköznapi pár perces smink. Nyilván nekem most nem pár perces lesz, mivel beszélgetünk. Közben mutatom, hogy én a Skintrának a fényvédős krémét használom. Igen, ilyenkor is, amikor nem mozdulok ki, ilyenkor is, mikor tél van és hideg van, és kevesebb napsütést kap a bőrünk, akkor is fényvédőzöm a bőrömet, mert szeretném, hogyha sokáig szép és fiatal maradna, és ugye azt most tudom megalapozni, úgyhogy mindenképp használjatok fényvédős arcápoló krémet, ami a ti bőrtípusotokra van, azért olyat kell, ez most kifejezetten az én kombinált bőrtípusomra van, azért kell olyat, mert különben kitoltok a bőrötökkel, hogyha olyat kentek föl rá, ami nem a bőrtípusotokhoz illő, akkor jelezni fog a bőr, és nem fogja tolerálni. Na, amíg beszívja a krémet, addig szeretném leszögezni, hogy nagyon örülök, hogy újra videózhatok, hogy újra itt lehetek. Én is nagyon le voltam betegedve, a fülem fájt, mindenem fájt, a gyerekek ugyanígy. Szegény Tizikének még egy picit van ez a kötőhártya gyulladás, ő itthon is van velem, Rózi is most mászik ki belőle, ő is itt van a háttérben, a Jonathan, ja ő már elment, bocsánat, az Ábris van még itthon velem, aki hasonló dolgokkal küzd, ők hárman, de a többiek hála Istennek el tudtak már menni, úgyhogy amíg a skacok pihennek, és amíg nem indul a munka, addig felkenek valami szuper kis egyszerű cuki sminket. Hú, de jó, elkezdett sütni a nap is. Egy pillanatra megállítom, hogy beállítsam a fényeket. Na hát, egy kicsikét módosítottam itt a dolgokat, idehoztam télapót is, és én is felvettem a Rudolf felsőmet, a szuper kis pulcsimat. Ígértem nektek hádaholt is. Voltam hádázni kétszer is, és nagyon jó dolgokat tudtam beszerezni az egész családnak. És újra kezet takarítok egy picit, mert pakoláztam. De sajnos nem tudtam azt sem csinálni, mert nagyon betegek voltunk az elmúlt időszakban, és még ígértem nektek azt is, hogy elmondom nektek a múltkori videómban, hogy miért nem jelentkeztem húzamosabb ideig. Most egy kicsit arról beszélek így első körbe, ugye, hát tudjátok, hogy azért van izraeli érdekeltségem, akik nem tudják, azoknak mondom, hogy nekem a szüleim, a testvérem, egyik testvérem ott, másik testvérem másik országban, de a családom egy része Izraelben él, régen én is éltem ott pár évet, és ugye, amikor elindult a háború, akkor nagyon megviselt engem is lelkileg, igaz, én hála Istennek itthon jó kezekben vagyok, meg voltam akkor is, de hát azért nem egyszerű az embernek, főleg, hogyha a szerettei messze vannak tőle, közben elkezdem az arcomat alapozni, és hát, hogyha ez nem lenne elég, hogy elindult a háború, és az izgalom, hogy a családom biztonságban legyen odakint, akkor pont rá egy hónapra, már egy hónapja tartott az izraeli háború, november 7-én, remélem jól emlékszem az időpontra, de én úgy gondolom, hogy igen, elvesztettük a férjem nagypapáját is, elhunyt, és
Ez azért nagyon megrázó nekem, mert nekem az egyik nagypapám, ő nagyon, nagyon korán halt meg, őt nem is ismertem, apukám 6 éves volt, amikor elhunyt a papa, és őróla csak hallomásból tudok, hogy milyen egy aranyos, kedves ember volt, és kár, hogy nem ismertem. És a... bocsánat, egy picit még a torkom, még csak ilyen 90%-os. A másik nagypapám, ő pedig, amikor 11 vagy 12 éves voltam, akkor ment el, őt is nagyon szerettem, ő az anyai nagypapám volt, és nagyon megvisel engem mindig egy embernek az eltávozása. Fel tudom én ezt dolgozni, tehát felnőtt emberként viselem, viszont nagyon nehéz. És a papának, engedjétek meg, hogy így hívjam, mert így hívtam világ életembe, amióta ismerem, az eltávozása azért érintett meg, mert én őt nagypapámként szerettem és tiszteltem, és papáim helyett papám volt. Gyönyörű szép kort élt meg, 92 éves volt, lett volna, bocsánat, most december 19-én, és a gyerekeimnek nem csak déd nagypapája volt, hanem jó barátja is, és nagyon szépen és kedvesen igazgatta és terelgette őket mindig, amikor ott voltunk nála, vagy átvittem a gyerekeket hozzá. És azért visel meg még ennyire ez a dolog, mert hát augusztusban, nem, július végén pedig a papának a feleségét, tehát a mamát veszítettük el. Úgyhogy most már így értitek, hogy miért nem voltak ilyen sűrűek a tartalmak, mind nyáron, mind pedig most így ősszel, télen. Engem is nagyon megviselt ez a dolog, ugyanis a mamát is nagymamámként szerettem és tiszteltem, mivel nekem egy nagyszülőm nem él már, ezért nagyon könnyű volt őket úgy szeretni, tisztelni, nyilván az emberségük miatt is, meg a tulajdonságuk, a természetük miatt is, de azért is, mert nekem nem voltak már nagyszüleim, tehát mint a saját nagyszüleimet. Könnyű volt őket úgy szeretni és tisztelni. És a papa még jobban is egy kicsikét megrázott, megviselt, és hazudnék, ha azt mondanám nektek, hogy a mai napra már 100%-osan fel tudtam dolgozni, és túltettem magam a dolgon, mert egyáltalán nem így van, és még mindig egy kicsikét nehéz szívvel és torokkal megyek el a háza mellett, a házuk mellett, amikor éppen arra van teendőm, hát nem lehet máshogy menni, meg máshol, meg most azért nem fogok egy nagy kerülőt tenni, csak hogy ne lássam a házukat, de hazudnék, ha azt mondanám, hogy teljesen túl vagyok a dolgokon, úgyhogy így az embernek nagyon jókedvű videókos sem volt hangulata. Nagyon sokan mondjátok, hogy jó lenne most már egy pótpéntek, és próbálok azon dolgozni, hogy meg is tudjuk valósítani akár most a hét pénteken, hogyha egy kicsit rákanyarodhatok már a tervekre, mert a tervek azok előre visznek, azok adnak egy tartást, egy boldogságot, és remélhetőleg most be tudunk nektek logolni, vlogolni, hogyha nem lesz más. És nagyon köszönöm, hogy annak ellenére, hogy mostanában megritkultak a tartalmak, tényleg itt vagytok, látom, hogy nem leiratkoztok, hanem inkább föl, és ez azért az embert reménnyel tölti el, mert látja, hogy amit csinál, azt nem hiába csinálja, hanem tényleg vannak kedves emberek, akiket érdekelnek még a régebbi tartalmak is, és hát szinte mindannyian ilyenek vagytok a csatornámon. De mielőtt tovább mennék a sminkkel, engedjétek meg, hogy bemutassam nektek újra, és újra, és újra az egyik kedvenc cégemet, akikkel nagyon szeretek együttműködni, ez nem más, mint a parizsiparfümök.hu. Ez egy nagyon jó, és nagyon szuper együttműködés, ugyanis én mondtam nektek, és mindig hangsúlyozom, hogy én olyan cégekkel működöm csak együtt, akiket tényleg ajánlanék szívből mindenkinek. És lévén, hogy karácsony előtt vagyunk, és nem sokára a nyakunkon vannak az ünnepek és az ünnepnapok, hadd ajánljam már figyelmetekbe mind a női, mind pedig a férfi illatokat. Én most nőieket tartok csak a kezemben, de rendeltem még számos illatot tőlük.
És azt kell, hogy mondjam, hogy azért jó, hogy a párizsi, azért lenne jó, ha mindenki a párizsi parfümök.hu-t választaná, mert ugyanazok az illatok, amik a világmárkáknak az illatai, és amiket szinte minden nő társam ismer és szeret, azok ugyanabban az illatformációban megtalálhatóak. A párizsi parfümök.hu-nál annyi különbséggel, hogy itt sokkal, de sokkal olcsóbb. És nem azért olcsó, mert gagyi, hanem mert a cég megteheti azt, hogy ezeket a parfüm utánzatokat, amik megszólalásig azok az illatok, higgyétek el nekem, hogy azért tudom ilyen biztosan mondani, mert rengeteg illatom van már tőlük, tehát több mint 10 illatom van tőlük, de inkább 15. És én régen dolgoztam olyan helyen, ahol világmárkáknak az illatait árusítottam, és jól tudom, hogy melyik milyen. És tartóságra sem mondanám őket rossznak, ugyanis egy-két fújás fenn van egy fél napig rajtam, úgyhogy én is érzem. Úgyhogy nem elég, hogy olcsó, nem elég, hogy tartós, még ugyanazt is tudja produkálni, mint a világmárkás illat, ami több tízezer forint. Úgyhogy hadd ajánljam a figyelmetekbe, mert nem lőtök vele mellé. Tehát, hogyha van egy szeretett illatotok, amit mondjuk már évek óta nem szeretnétek megvásárolni, és nem azért, mert mit tudom én, valamilyen olyan oka van, hogy túl sok parfümötök van, vagy, hanem egyszerűen azt mondjátok, hogy én ennyit pénzt nem fizetek ki erre az illatra, akkor ez a ti helyetek, mert itt be tudtok rendelni 10.000 forintért, vagy 11-12-ért már több parfümöt is. Nyilván ugye 10-11.000 forint azért reális egy ilyen jobb illathoz, egy világmárkás illathoz, de inkább az ilyen 25-30. Hát azért az árért, meg már nem is tudom, mennyi parfümöt tudtok rendelni, tehát rengeteget. Nézzétek meg a weboldalt, pár ezer forintról beszélgetünk. Itt van most a kezemben a Gucci-nak az originál Gucci illata. Én ezt az illatot mindig csak megszagoltam, soha sem vettem meg magamnak, mert sokaltam a pénzt rá, és ugyanazt az illatot kaptam most vissza, egy ilyen friss, virágos, piros, bogyós, gyümölcsös. Mindenhol befújom magam vele, nagyon finom illatot. És azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy ilyen megelégedéssel is tölt el, hogy ezeket az illatokat be tudtam szerezni, és tudom használni, amire egyszer még csak vágytam. Úgyhogy egy szó mint száz, szerezzétek be, ugye, ahogy mondtam, ez a Gucci-nak az illata, az originál illata, meg fogjátok találni a weboldalon. Hogyha nagyon számosítani szeretném, akkor a 424-es illat. Mindenkinek ajánlom, aki a friss, ám bár virágos, gyümölcsös illatkombinációt szereti. Egy kicsit talán a Dolce Gabbana-nak a Light Blue-jára is tudom hasonlítani, de ez egy gyümölcsösebb változata, de még azt is megtaláljátok a weboldalon. Tehát annyira szertágazó illatokat tudtok rendelni és megtalálni a weboldalon, hogy érdemes most rákattintani és megnézni. Ez a Lacoste-nak az illata, a pink színű parfümjének. Ha számosítani szeretném, akkor a 280-as, ez egy kisebb kiszerelés. Ez is egy kicsit markánsabb, erősebb, de mégis a virágos illat, az orientális illatok nem annyira állnak jól nekem, úgyhogy én ebből ezt a virágos, gyümölcsös Lacoste-ot választottam. Ez egy nagyon kifinomult és nőies illat, nagyon sok szeretettel ajánlom ezt is. Férfiak, ha szeretnétek a drága nőtársaimat meglepni, akkor mindenképp inkább a friss, gyümölcsös, virágos illatokat választátok, mert azzal kevésbé lőtök mellé, mint hogyha egy nagyon erős, durva, orientális illatot választanátok. És ezt azért tudom nektek tiszta szívből ajánlani, mert az én férjem is nagyon rajong ezekért az illatokért. Úgyhogy, hogyha még nem találtatok a csajoknak meglepit, akkor ezt tiszta szívből ajánlom. Ofinál és Rózinál van fönt egy Lady One Million a Paco Rabanne-tól, ami megszólalásig ugyanaz a Lady One Million. Ez egy jó, erős, édes, markáns illat. Nekem az már egy kicsit sok, de ilyenkor télen még azt mondom, hogy nagyon-nagyon tudnám élni azt is, de nálunk Joe inkább a frissebb, virágosabb illatokat szereti. És végül, de nem utolsó sorban egy Versace illat, ez is a Versace-nak az originál illata, a klasszikus, ezt is nagyon sok szeretettel ajánlom nektek. És most
Szeretném elmondani, hogy nem csak azért reklámozom őket, mert jók, hanem mert 20% kedvezménnyel rendelhetitek meg az összes parfümöt, amúgy Joe-nak meg Hugo Boss-okat rendeltem most legutoljára, illetve apósomnak is, mert a 20% kedvezmény az meg még jobb árat csinál a már tök jó, olcsó parfümből, olcsó, de tartós és jó minőségű parfümből. Úgyhogy így csekkoljátok, a kódom az pedig, ha jól emlékszem, Vivi20, de majd itt most a videó alá be fogom vágni, miután megvágtam a videót is, és a weboldalt is bevágom ide nektek alulra, lépjetek rá, mert ha most leadjátok a rendelést, garantáltan megkapjátok még karácsony szenteste előtt. Úgyhogy ennyit erről, még egyszer a kedvencem a parizsiparfümök.hu, én azóta nem is vásárolok magamnak nagy neves drága illatokat, mert itt van, ebben a csomagolásban sokkal jobb áron. Parizsiparfümök.hu. Na hát most képzeljétek el, kicsikét eltérően a szokásaimtól, úgy fog kezdődni ez az arcformázás, hogy nem a szememet fogom megcsinálni, hanem először a szemöldökömet, aztán utána az arckontúromat, és képzeljétek el, hogy ezt azért, mert azt láttam, hogyha ezzel kezdünk, akkor már eleve lájtosabb lesz a sminkünk, mivel látjuk, ja meg az arcpirosító, mivel látjuk, hogy már felkentünk egy bizonyos mennyiségű kenceficét, szemöldök igazítót, stb. Az arcunkra, és ez arra késztet bennünket, hogy egy ilyen, tényleg egy ilyen halványabb, finomabb sminket készítsünk el. Most egy sima ilyen szemöldök krémet rakok föl amúgy, ami színezett, tehát egy kicsi sötétbarna színt ad a szemöldökömnek. Sajnos képzeljétek el, hogy olyan buta voltam, hogy nagyon későn jelentkeztem a kozmetikusomhoz, és idén már nem tud fogadni, úgyhogy majd egyik nap nekem kell a szemöldökömet megigazítani. Még szerencse, hogy az egyik kedves izraeli munkatársnőm, aki nem mellesleg egy nagyon-nagyon szép csajszi, megmutatta nekem, hogy hogyan csináljam a saját szemöldökömnek a kihangsúlyozását és szedését is. Régen nagyon-nagyon rosszul szedtem, nagyon, de mostanra megtanultam már, ahogy benőtt a fejem lágya, hogy nem szabad nagyon kiszedni, főleg ha valakinek szép vastag szemöldöke van, mert különben nagyon nehezen vagy sosem nő úgy vissza, ahogy az eredeti pompája van, úgyhogy nagyon kell erre vigyázni. Ne haragudjatok, hogy az előző témáról, nem a parfümről, hanem az előttiről nem beszélek többet, de nagyon nehéz még most is nekem. Leírhatnátok, hogy titeket, amikor ilyen dolog ért, akkor hogyan dolgoztátok fel. Nem azért, mert nem tudom feldolgozni, hanem mert meghallgatnálak benneteket is ezekről a dolgokról. És mindemellett én amúgy nagyon jóról vagyok meggyőződve, én hiszek a mennyben, és a következő életben, egy dicsőséges testben, és hiszem azt, hogy nem ciki erről beszélni, mert az ember annyi mindenbe hisz, jóban, rosszban, akkor én miért nem mondhatnám el, hogy miben és kiben hiszek, és hiszem azt, hogy majd egy szép napon újra fogom őket látni, egy olyan testben, amire nem romlik meg soha többé. Úgyhogy ennyit erről, csak hogy méltó módon zárjam le ezt a témát is. Közben hallom, hogy ébredezik Tirza és Ábris, úgyhogy ne lepődjetek meg, hogyha megjelennek itt a háttérben. És most pedig kicsikét egy kis bronzerrel az arcomnak a vonalát kicsit kihangsúlyozom, mert szerintem nagyon jót tesz a sminknek, hogyha van bronzosító, nem csak arcpirosító, és hogyha van egy kis időtök, látjátok, ennyit csinálok én is, most a vastagabb ecsetet használom hozzá. A Real Technics-nek az ecseteit amúgy, abból érdemes jót venni. A DM-ben most láttam, hogy minden parfümre, meg talán smink cuccra 20-szoros pontokat lehet kapni, és a DM-ben lehet kapni Real Technics-es ilyen kis ecseteket, úgyhogy érdemes megnéznetek, mert egész jó áron vannak. Jó, tehát ilyen 7-8-9, illetve 10-12 ezres tételek, de például a 3-as csomag került most utoljára 12 ezer forintba, ha jól láttam. Érdemes beinvestálni, ha még nem tudod, hogy saját magadat, vagy a kedvesedet mivel lepd meg, nyilván a fiúknak szól, hogy a kedvesüket mivel, akkor tényleg szívből ajánlom, hogy egy ilyen kis sminkcucca, parfüme,
kedveskedjenek, annak én is nagyon örülnék. És aki eddig nem kapott kedvet a sminkeléshez, az most kedvet fog kapni, ugyanis nagyon minimál sminket teszek fel, de szép, látványos lesz az eredmény. Szerintem, ha így maradna az arcom, már most jobban néznék ki, lenne egy kis plusz színem, egy kicsikét elfedtem a bőrhibáimat, megigazítottam a szemöldökömet, és már egy kicsit jobb kedvre lehet derülni, hogyha egy ilyenre odafigyel az ember lánya. Na de most felrakom a kis avonos pirosítómat, amit nagyon szeretek, azt úgy szoktam csinálni, hogy mosolygok egyet, és akkor ide erre a vonalra rakok egy kis pirosítót, bocsássatok meg a fényekért, de elbújt a napocska, úgyhogy 3 darab lámpával világítom meg magam, de még így sem tökéletes a dolog. Na, egy kis arcpír ide, egy kis arcpír amoda, és már ez arra készteti az embert, az ember lányát, hogy kevesebbet tegyen a szemére, mert már ez is egy jó kis eredmény, amit eddig elértünk. Most pedig fogok egy ilyen ecsetet, amit ide a szemhéjamra fogok használni, és egy nagyon basic színt fogok feltenni, mivel ma itthon vagyok, és itthonról fogok ugye dolgozni, ahogy szoktam mostanság. Ezért most egy ilyen nagyon világos barnát fogok használni ide a szemhéjamra, így, ide középre, így felkenem, legyen egy kis hangsúlya a szememnek, így, erre az oldalra, és nem marad ilyen fáradt a tekintetem, ne aggódjatok, habár szerintem már most nem annyira fáradt, csak egy kis színt adtam ide a szemhéjamra, azért nem, mert itt a szemem sarkába kihúzom majd egy picikét ilyen gyöngyházas fehérrel, és akkor nagyon-nagyon szuper, csittivilli, de mégis visszafogott eredményt fogok kapni, és ami a szokatlan tőlem, hogy nem fogom máshol kihúzni a szememet, ez most tényleg egy ilyen basic smink lesz, itt most egy kicsit alul is eldolgozom, vagy oldalt, amennyire tudom, így, ezen az oldalon is, mert ez tényleg egy ilyen maximum 10 perces smink lesz, így, négy kis barnát, látjátok, mennyire feldobja már ez a szín is a szemünket, oké, és, most megkeresem azt az ecsetet, amivel a fehéret szoktam elkészíteni ide a szemem sarkába, hogy máshogy ne fogalmazzak. Meg közben előveszem a kis rúzsaimat is, hogy ne kelljen utána keresni, meg a szempillaspirálomat is. Hát most nem találom sehol, sem mindegy. Az Inglotnak a highlighterét fogom ide a szemem sarkába fölkenni, és szerintem itthonra egy csúcs jó, totálisan szuper, de még bevásárláshoz is, a karácsonyi forgatagba is egy nagyon szuper kis visszafogott sminket készítettünk el. Sokan írtátok múltkor, hogy ne feketítsem ki a szememet, a vízvonalamat se, mert nagyon összenyomja az arcomat, ne csináljam, tegyek föl csak szempillaspirált. Hát most ez lesz az a tipikus visszafogott smink, amiben ezek a dolgok, amiket kértetek, ezek most érvényesülni fognak. Látjátok, nem rakok fel mást, csak egy kis highlightert, azt is nagyon gyorsan, mert ti siettek a karácsonyi vásárba, én meg a munkába, ide az orrom közepére is rakok egy kicsit, most az orromat se fogom kontúrozni, mert én amúgy szeretem így az orromat, ahogy van, látjátok, egy kicsit ilyen érdekes vonala van, és nem a legkisebb orr a világon, de mindenkinek van egy cuki rész a testén, amit szeret, én nekem ilyen az orrom. Most pedig szerintem az egyik legeslegjobb szempillaspirált fogom használni, ez pedig a Sensational, a Maybellinnek. Ez nagyon szép szempillákat fog most nekem eredményezni, meg is mutatom nektek. Kicsikét itt megkevertem a színt, és nagyon nagy különbség lesz nem kifestett szempilla és kifestett szempilla között. Most gondolkodtam azon is, hogy rakatok egy kis műszempillát így az ünnepekre, de megmondom őszintén, se ideje nem volt a kozmetikusomnak, se nekem nem volt kedvem ott kuksolni 2-3 órákat, annak ellenére, hogy nagyon gyorsan dolgozik a kozmetikusom, és nagyon ügyes és tartós az eredmény. Úgy voltam vele, hogy mivel nekem alapból is nagy a szempillám, azért lehet látni a különbséget, ezért inkább megcsinálom magamnak itthon, és inkább lemosom minden nap este a sminkemet, semmi gond, meg hát ehhez azért én nagyon szeretek használni, ide kell hoznom egy fülpucolót, nagyon szeretek használni fekete sminket, még hogyha nem is a vízvonalamat húzom ki vele, hanem itt egy kicsit alul, azért néha mondjuk egy esti kiruccanáshoz szeretek durvább sminket is föltenni,
itt egy kicsikét kiment a vonalról a dolog, és amikor elkezd száradni a szempilla spirál az egyik oldalon, én utána még átmegyek rajta még egyszer egy párszor, látjátok? És ezzel totálisan elérem azt a false eyelashes élményt, a tekintetet, amit szeretnék egy ilyen sima kis hétköznap alatt megtapasztalni. És itt alul is egy picit kihúzom, lévén, hogy most nem fogom itt a vízvonalamat bántani, egy az idő rövidsége miatt, kettő, hogy megígértem, hogy ez egy nagyon alapsmink lesz, és itt is kihúzom egy kicsit alul. Így, mi? Rózit közben megkérem, Rózi, hoznál nekem egy főpucolót, babám, ne haragudj, ugyanis Rózit a háttérbe kukucskál, nézi, ahogy videózok és sminkelek, ilyen szép csöndbe. Igen, itt is kihúzzuk. Amúgy meg, most, hogy meggyógyultunk, és kezdődnek a téli szünetek, örömmel szeretném nektek bejelenteni, hogy én is megkapom az éves szabadságomat, ami több mint 8 nap szünetet jelent. Köszönöm szépen, Rózi. De inkább 10-et, csak nem zsinórba kapom meg azt a 10 napot. Úgyhogy ez alatt az időszak alatt egy nagyon exkluzív videóval fogunk nektek jelentkezni, nem egyel. Nem lehet, nem, tehát nincs más választásunk, muszáj, hogy jelentkezzünk nektek azzal a videóval. Annyit árulok el, és a szemfülesebbek tudni fogják, hogy még beszéltem róla az előző videómban is, hogy egy olyan tartalommal jelentkezek nektek újra, ami tavaly sajnos törlődött a csatornámról, és nem lehetett visszaállítani sem. És azért is, meg másért is, mert nagyon szeretünk oda járni, most meg fogjuk ismételni azt a videót, úgyhogy tartsatok velünk, maradjatok velünk, mert a december nagyon izgis lesz. Még hogyha nem is azonnal fogom tudni összevágni, lévén, hogy nem fogok itthon tartózkodni hosszabb időt a családommal, de szeretnénk élőkkel is kedveskedni, jelentkezni nektek, úgyhogy választhatok minket mindenképp. Rózi olyan cuki volt, hogy hozott egy kis főpucolat nekem, úgyhogy itt most gyorsan mielőtt odaszáradna, letörölgetem itt a szemhéjamnak a szélét, így, és megigazítom a szempillámat, és nem maradt más, mint a szájkontúrozás, amit kamera nélkül fogok csinálni, mert mindig beszélni szeretnék hozzátok, és úgy nem tudok haladni a szájkihúzásommal, úgyhogy egy pár pillanat, és már mutatom is, hogy hogy csinálom meg a számat. Hát, hölgyeim és uraim, ilyen lett a rúzsom, kihúztam gyakorlatilag egy ilyen picike sötét szájceruzával a számnak a vonalát, és utána egy ilyen kis púder, rózsaszínos, kis babarózsaszín, csak nem látszik már, hogy babarózsaszín nagyon, mert már húztam sajnos a sötét rúzsból is rá, kis tartós matt rúzsa húztam meg körülötte. Mindig kombináljatok, tehát soha ne csináljátok azt, hogy csak kihúzzátok a szátok szélét, és jól van az úgy, mert az nagyon igénytelenül tud kinézni, hanem húzzátok ki egy kicsit sötétebb ceruzával a szájvonalatokat, és utána egy világosabbal, hogyha azzal mentek rá, akkor egy kicsikét teltebb ajkakat fogtok kapni. Hát ennyi lett volna, ez egy ilyen napi sminkem, remélem, hogy tetszett a videóm, a kis Pulcsim is, meg a Mikulás bácsi, és nekem most el kell köszönnöm, mert megint indul a munka, de már csak ezen a héten fogok dolgozni, és utána egy hosszabb pihenés vár mindenkit itt a családban, úgyhogy remélem, hogy velünk tartotok, mert egy nagyon exkluzív tartalommal jövök nektek tényleg. A héten elárulom, hogy mennyit költöttünk a legutolsó vásárlásunk során is, ami a 10 perces kis videó, és rengeteg voks érkezett, úgyhogy kisorsoljuk a nyertest is, jó sok komment jött, úgyhogy majd meg kell néznem, hogy ki írta a legközelebbi összeget, és várlak benneteket a következő videókban is. Amikor indul a szabad napom, ez pedig a hétfői nap, akkor elhatároztam, hogy onnantól fogok nektek vlogolni is, úgyhogy lesznek itt sűrűbben tartalmak még december végén, megnyomjuk ezt a hónapot. Köszönöm, hogy itt voltatok, és remélem, hogy jól telnek az ünnep előtti időszakok. Írjátok meg, hogy milyen napjaitok voltak, milyen heteitek voltak mostanában, együtt tudtok-e velem érezni, történt-e veletek is hasonló dolog. Remélem, hogy nem, de azt remélem, hogy együtt tudtok velem érezni, és írjátok meg, hogy idén miket fogadtok meg magatoknak karácsonyi készülődés közepette, hogy mit
fogtok, illetve mit nem fogtok csinálni. Erről is fogunk a következő videóban beszélni. Köszönöm, hogy itt voltatok, rendeljetek a parizsiparfümök.hu-ról, ide rakom a linkeket, ha még nem találtatok megfelelő ajándékot, de nagyjából tudjátok az ember társatoknak, barátotoknak, barátnőtöknek, ismerősötöknek az illatát, mit szeret, akkor itt van a lehetőség most 20% kedvezménnyel megvásárolni az illatokat. Sok puszit küldök nektek, legyetek egészségesek, és szeressétek egymást. Találkozunk a következő videóban, ahol már az egész családom szerepelni fog. Sziasztok!